Folyton a cseresznyefán ültem, és gondolkodtam, már magam sem tudom miről. Figyeltem az embereket, az állatokat, a színeket és a felhőket. Arról álmodtam, hogy egy nap alkotó leszek. Már általános iskolában felfigyelt rám a rajztanárom, folyton folyvást csak rajzoltam, és rengeteg országos és nemzetközi díjat nyertem el. És ez rendkívül inspirált. Hamar rájöttem, hogy foglalkozhatom azzal, amit szeretek csinálni, és így lettek a testnevelés és matek órák helyett felmentések és rajzpályázatokra való felkészülések. A nagymamámnál a nyári szünetben, internet és angol tudás hiány, a Sims helyett a Photoshopot választottam, és ez nagyon izgalmas volt. Nagyon lassú volt a számítógépem, és hosszú percekbe tellett, amíg betöltött a Photoshop. Arról álmodoztam 12 évesen, hogy egy nap majd az én képem lesz a kezdőképernyő. A gimnáziumi évek alatt már nagyon nehezen ment a tanulás. Nem tudtam figyelni a matek és kémia órákon, csak azt vártam, hogy mikor mehetek végre haza, hogy csináljam a képeimet otthon. Ezután már annyira rosszul voltam az iskolától és a számomra feleslegesnek vélt tanulmányoktól, hogy fizikálisan is lebetegedtem. Hetekig otthon maradtam, és csak a képeimen dolgoztam. Jól emlékszem, egy-egy betegséggel eltöltött 2 hét után az osztálytársaim már gúnyosan kérdezték, hogy milyen volt otthon fotózgatni magam. Én nem is voltam olyan beteg. Nem sokkal később daganattal diagnosztizáltak. Lepergett előttem az életem. Mi is akartam lenni gyerekként? Mi akarok lenni most? Mi lesz, ha ebből az egészből nem marad semmi, csak egy álom? Én meg eltűnök, és a legnagyobb sikereimen már rég túl vagyok. Realizáltam, hogy fotós akarok lenni. Alkotni akarok, alkotnom kell, különben megfulladok, és csak egy ismeretlen leszek egy néptáblával, akit elfelejtenek. Elkezdtem hát fotókat csinálni magamról, mert ez kéznél volt. Olyan akartam lenni, mint a nagy művészek. Miután már az összes nagy divat és portréfotós ötletét lemásoltam, rájöttem, hogy én valami izgalmasabbat szeretnék. Szürrealitást, fantazit és mindent, ami ez a képzelőerőm ugyan megvan, csak a tudásom nincs. Néhány fotó megmahinálása után rájöttem, hogy már nem elég jó apukám Sony Ericsson K750i telefonja, és elkértem az ő profi fényképezőgépét. Utólag már nagyon viccesek ezek a képek, de nekem akkor ez az életben maradásról szólt, és arról, hogy igenis, én itt vagyok, és létezem. Nem sokkal később egy szerencsés véletlen folytán megtörtént a lehetetlen. Megnyertem egy fotópályázatot, és több száz résztvevő közül az én képemet választotta ki Szipál Márton. Erre a híre nem is akárhogy bukkantam, a kéretlen levelek közt volt az e-mail, miszerint első lettem a közép-magyarországi régióban, és hamarosan átvehetem a legprofi fényképezőgépet, amit a piacon kapni lehet. Emlékszem, ahogy ültünk a Gödör klubban, és a kezembe nyomták a kamerát, én pedig azt hittem, hogy valami malőr történt, hiszen én csak egy régióban nyertem, ezért nem jár ekkora díj. Hát igenis járt. Hazamentünk, és remegő kézzel odaadtam apámnak a fényképezőgépet, mondván nekem, ez túl bonyolult, legyen inkább a tied. Hát megtartottam. Ezután, mint ahogy eddigi utam során szinte mindig, úgy éreztem, hogy bármi lehetséges. Sőt, úgy gondoltam, hogy ha el tudom képzelni, akkor az valahol már valóság is. A közeg, aki megértett, a fotózás világa volt, a családom és az internet. Meg kellett tanulnom az alapokat ahhoz, hogy olyan képeket tudjak csinálni, mint amit elképzeltem. Rájöttem, hogy szürreális képekkel sokkal jobban el tudom mondani azt, ami bennem van, mint bármi mással.
Itt már világos volt, hogy nem elég izgalmas ismerősöket és modellportfóliókat fotóznom. Elvittem egy képem a portfólió kiértékelésre a Magyar Fotográfia Házába, ahol azt mondták, hogy aranyos dolog photoshopozni, meg érdekes is, de inkább ne csináljam, mert így nem fognak komolyan venni. Soha. Nagyon megmaradt ez a mondat, és elkezdtem lefaragni magamból. Úgy csináltam, és azt, amit elvártak tőlem. Úgy gondoltam, ha majd más képeket készítek, akkor majd végre elfogadnak, és elismernek. Akkoriban már publikáltam a képeimet az interneten és a közösségi médiában, de nagyon sok gonosz és bántó kommentet kaptam. Sokan nem viselték el, hogy magamat választottam modellként, és hogy digitális eszközökkel módosítom a képeimet. A sikertelen egyetemi felvételi és a negatív visszajelzések alapján teljesen megváltoztam. Már nem boldogsággal töltött el az alkotás, csak a visszajelzés érdekelt, és az, hogy egyszer majd tartozhatok egy olyan kultikus közösséghez, ami az egyetem fotószakának a padsorait jelentette. Bármennyire próbálkoztam, nem vettek fel, a fotózást is csak muszájból akartam. Minek csináljak olyat, amiért utána csak bántanak, és soha nem lehetek benne elég jó? Leszámoltam a művészénemmel. Elmentem dolgozni a startuphoz. Reggeltől estig honlapokat és webdesignokat készítettem. Felismertem, hogy egész nap gebedni a monitor előtt, csak azért, hogy utána a megkeresett pénzből ruhákat vegyek a plázában, nem éri meg. Hirtelen minden összeálltott este a Móricz Zsigmond téren, ahogy kijöttem az egy hónapnyi fizetésemet érő ruhákkal teli zacskókkal. Nem fogok valakinek dolgozni, aki azért utána learatja a babérokat. Nem vagyok eladó, és nem megvehető pénzért az időm. Nem fogok a főnökömnek karácsonyi naptárat photoshopozni, aki aztán azt mondja nekem, hogy soha semmi nem lesz belőlem. Újra megpróbálom a felvételit, és felmondok. Amint ez a gondolat megfogalmazódott bennem, úgy éreztem, hogy újra kapok levegőt. Újra éreztem a művészettel megváltott szabadság illatát. Hazamentem, és másnap elkészítettem a Time Travel sorozatomat, amit pár órán belül lehozott a Daily Mail és a Guardian. Aznap 80 ezren nézték meg a fotósorozatomat. Bementem a munkahelyemre, és felmondtam, bár a főnököm felmondás közben ki is rúgott. Véget ért az alkalmazott grafikusi pályafutásom, aminek én nagyon örültem. A villamoson hazafelé már a Guardiannek fogalmaztam az interjúmat. Pár hónappal később felvettek az egyetemre. Az öröm viszont csak néhány hétig tartott. Amíg otthon a saját koncepciókon alapuló képeimet csináltam, addig az egyetemen teljesen más stílusban fotóztam, mert az volt az elvárás. A népszerűséget és az elismeréseket titokban tartottam. A kiértékelések után rendszeresen sírtam az iskola mosdójában. Minden gyakorlati tárgyból bukásra álltam. Kegyelem kettes. Ez volt az én számom. Kegyelem kettes a fotóimra, kegyelem kettes a digitális utómunkára, kegyelem kettes az életemre. Nem sokkal később a Photoshop megkeresett, hogy szeretnének velem dolgozni egy projekten. Aláírtam a szerződést, bár fogalmam sem volt, hogy mi lehet a projekt. Napukra el is engedtem a témát, míg egy nap a metró aluljáróba leérvén felkiáltottam. Nem tudtam elolvasni semmilyen szöveget, csak a mellékletet láttam. A Photoshop kezdőképernyője az én képemmel. Nem hittem el, ami történik, és nem is oszthattam meg senkivel a szerződés miatt. Pár hónappal később, a hivatalos eseményen Los Angelesben,
bemutatták a programot az én képemmel. A közösségi médiában rögtön megosztottam a hírt, és rengetegen gratuláltak, még hazai hírportálok is lehozták, ami azért ritkaság volt, és sajnos a mai napig is az. Én megültem a 7. kerületi 30 négyzetméteres albérletemben vacogva egy pohár bor mellett, és zokogva bámultam a monitort. Egyszerre voltam eszméletlen boldog, de elképesztően magányos is. Ez az ambivalens érzés még egy jó pár évig el is kísért. Másnap az egyetemen kezet fogtak velem azok a tanárok, akiktől a kegyelemkettest kaptam, és gratuláltak. Ők mindig is tudták, hogy én sikerre viszem. Hát évvégére sikerült is ezzel az eseménnyel feltornászni a jegyeimet egészen 4-esig. Ott hagytam az egyetemet. Kellett, hogy egy pár évig az iskola falaitól távol legyek, és megtaláljam a saját stílusom. Ítélkezésmentes, biztonságos légkörben, ami a teljes elzártságot jelentette. Már önálló ötletek alapján dolgoztam, és nem érdekelt, hogy ki mit szól kommentben, vagy ki mit ír nekem. Sorra követték a kiállításaim egymást a világ számos pontján. És rájöttem, hogy nekem kellett megérnem a saját képeimhez. Közben nagyon sok támogatást kaptam az internetes követőimtől. Létrejött egy közösség, akik megvédtek és figyelemmel követtek. Ez rengeteg erőt adott. Nem jöhetett volna ez az egész létre, hogyha én a negatívra fókuszálok, és félek feltárni a lelkem. Hatalmas inspirációvá váltak a magánéletemben történt események. Muszáj voltam kiadni magamból mindazt, amin átmentem lelkileg. Terápiává vált az alkotás. Ha történt velem valami rossz, például egy szakítás, akkor nem a drog és az ital után nyúltam, hanem a rajztáblámért. Lefotóztam magam, és megalkottam Photoshopban mindazt, amit üvöltött a lelkem. Sokszor magam sem tudtam, hogy miért csinálom azt, amit. Csak utólag vált nyilvánvalóvá, hogy amit én már tudat alatt átéltem, az jött a felszínre, a művészet által. Nekem ajándék volt minden érzés. Meg kellett tapasztalnom ezeket a rendkívül intenzív és mély dolgokat, hogy olyan képeket tudjak csinálni, amivel megérintem az embereket. Végül is beteljesült az egyik gyerekkori álmom, hogy pszichológus legyek, csak egy kicsit máshogy jött össze. A magyar szakmai közeg továbbra is nagyon ijesztő volt. Sok olyan emberrel találkoztam, aki bántani akart, és nagyon vágytam a külföldi létre. Egyszer egy konferencián ültem Los Angelesben egy kerekasztalnál, ahol mindenki bemutatkozott, elmondták, hogy milyen művészeti ággal foglalkoznak, hogy mi a legnagyobb eredményük, és nemes egyszerűséggel eladták magukat a többieknek. Nekem ez dermesztő volt. Hogyan is tudnék én mások előtt beszélni a sikereimről? Anélkül, hogy önteltnek bélyegeznének érte, vagy megköveznének. Megmutattam a kis portfólió füzetemet, ugyanúgy, ahogy 5 évvel ezelőtt. Csak itt most az volt a válasz, hogy eszméletlen jó, amit csinálok, és hogy legyek büszke magamra. Furcsa érzés volt nem takargatni a díjaimat és az elért eredményeimet. Los Angeles után úgy döntöttem, hogy folytatni fogom az egyetemet, nehogy már per negatív vélemény elvegye tőlem a diplomámat. Hatalmas kontraszt volt. Folyton azt éreztem, hogy egy alter egót kreáltam, hogy megfeleljek a kiértékeléseken. Otthon meg csinálom azt, ami felpesdíti a lelkem, és igazán én vagyok. Rájöttem, hogyha akarnék, megfelelhetnék az itthoni művész közegnek is. Semmi ellentmondásos nem lenne abban, ha vonalakat vagy csendéleteket fotóznék. Talán azért kellett visszamennem, hogy bebizonyítsam magamnak azt, hogyha akarnék, tudnék más lenni, és tudnék más képeket készíteni. De én nem akarok. Én önmagam akarok lenni, ha tetszik, ha nem. Nem sokkal később,
újabb sikereket értem el. Egyik nap arra gondoltam, hogy milyen jó lenne Kínában egy kiállítás, ott még nem voltam. Másnap jött az e-mail, mintha rendelésre lett volna ott a fiókban. Kedves Flóra, örömmel invitálunk kiállítóként, hogy Viktor Vazarellivel te képviseled Magyarországot egy csoportos kiállításon Ningmóban, Kínában. Üdvözlettel, Lívia. Hát gondoltam magamban, kedves Lívia, egész hamar átért a gondolatom a világ másik felére. Ezt követte New York, ahova szintén nagyon szerettem volna eljutni. Egyik nap anyukámnak mondtam a telefonban, hogy annyira szeretnék New Yorkban már végre egy kiállítást. Egy hétre rá, ott volt az e-mail. Kedves Flóra, szeretnénk kiállítóként meghívni. Gyere New Yorkba. Azonnal felhívtam anyukámat, és megkérdeztem tőle, hogy ugye én mondtam ezt a jó lenne, ha dolgot New York-kal kapcsolatban. Igen, kicsim, mondtad. Jó, akkor nem hallucinálok. Képzeld, meghívtak. És ez így folytatódott még évekig, és azóta is ez tart. Sokan kérdezik tőlem, milyen érzés elismert alkotónak lenni. Sokan azt gondolják, hogy az életem egyszerű, minden az ölembe hullott. Nos, azt kell mondjam, hogy sikeres embernek lenni sokkal nehezebb szerintem, mint sikertelennek. A siker hatalmas felelősséggel jár. Sokkal többet kell dolgoznom, hogy ezt az állapotot szinten tartsam. Mintha csak előttem állna a befutás lehetősége, az a megfoghatatlan valami. Akkor tudnám, hogy valamit nem csinálok jól, és jobban kell dolgoznom, vagy csak várnom kell, és kitartanom. Miután fantasztikus dolgokat értem el az életemben, még inkább szomjazom a múlt eseményeinek megismétlésére, sőt felülmúrására is. Rengeteg munka és önfegyelem kell a siker fenntartásához. Az emberek most már figyelnek rám. Akik szeretik a munkáimat, azoknak örömet adok. Erőt adok. Olyan erőt, amit egyszer én kaptam ettől a közösségtől. Ha nem alkotnék, akkor tőlük venném el a lehetőséget az örömre, a rácsodálkozásra és a kapcsolódásra. Ezt a gondolatot realizálva mindent felülmúló érzést tört rám. Bármi jöhet. Én csinálom az önarcképeimet és a fotómanipulációimat. Ha nem vagyok autentikus önmagam, azzal nem csak önmagamnak, de másoknak is ártok. Ha hallgattam volna a negatív kommentekre, akkor soha nem részesülhettem volna abban a csodában, ami a jelenlegi életem. Azt csinálom, amit szeretek, közben igaz barátokra leltem, és az életem teljessé vált. Igazából ez egy küzdelem volt saját magammal. Megnyertem ezt a csatát, mert mindvégig hallgattam arra a legbensőbb hangra, ami azt mondta, csináld úgy, ahogy érzed. Neked folytatnod kell. Nagyon sok akadály volt előttem, és lesz is, de a rengeteg küzdelem végén ott van a jutalom. Valóban megtörténhet bármi, akár most is az öltözőben a telefonomon ott lehet a következő e-mail, hogy a világ valamely pontjára épp meghívnak kiállítani. A rengeteg véletlen a sors volt, az én sorsom, amit csak ki kell gondolnom, hogy az én valóságommá váljon. Te készen állsz megteremteni a saját csodádat?